Jó estét kívánok, sziasztok, szeretettel köszöntünk mindenkit a 2020-as MVM Edison Startup versenyen. Szeretném megköszönni az MVM Edison programon dolgozó kollégáimnak, a mentoroknak, a coachoknak, az SFL-nek, a Smart Future Lab kollégáinak azt az elkötelezett munkát, amit eddig végeztek. Kívánok a csapatoknak, akik most prezentálják az eddigi munka gyümölcsét, sok sikert. Sajnos a pandémiás helyzet miatt mi is kénytelenek voltunk döntést hozni, és a leggyorsabban alkalmazkodni a helyzethez. Mint egy jó startup igazából mi is sodrottunk az erről, és így online térbe helyeztük a képzési programot. Műsorvezetőként nagyon furcsa volt egy ilyen közegbe állni. Egyrészt hozzám nem áll olyan nagyon közel a digitális világ, viszont azt el kell mondjam, hogy a technikai csapat parádésan oldotta meg a dolgot, semmiféle akadás nem volt. Alapvetően a startupok kiválasztásánál elsődleges szempont, mekkora növekedési potenciál van a termékbe, szolgáltatásba. Az egyik legfontosabb összetevő a csapat, tehát mi azt nagyon komolyan vettük azt, hogy ez a csapat tényleg meg akarja valósítani azt a termékét, szolgáltatását, és nyilván emellett a technológia is kellően érdekes és attraktív lehet a potenciális célpiac számára. Azt gondolom, nekem személy szerint az volt a legfontosabb, hogy egy olyan megoldást válasszunk ki, vagy olyan megoldásokat díjazzunk, amik széles rétegekhez szólnak. Még az utolsó pillanatban is kétszer-háromszor megváltoztattuk a sorrendet, illetőleg a véleményünket, de hát azt hiszem, hogy ez a zsűrinek ez egy normál feladata. Most ezek a csapatok megkapták a sikerhez vezető út minden egyes tégláját, tegyétek le és irány előre! Köszönöm mindenkinek!